Műsorunk vendége Berta Benyámin, a Gender Racing Team versenyzője, aki hát számos elismerést zsebelt be a mögöttünk álló szezonban, hiszen az osztrák, illetve a közép-európai bajnokságban is győzedelmeskedett. Köszöntelek a stúdióban, és egyúttal gratulálok. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Hát Benyámin, teljes menetfelszerelésben érkeztél, amit külön köszönünk neked, mert hogy ilyen még nem volt, és ha már overallban jöttél, meg itt a sisakod is, akkor azért azt áruld már el, kérlek, hogy tehát ez, egy ilyen overall az nem úgy van, ugye, hogy bemegyek a verseny overall butikba, és akkor leakasztok egyet a fogasról. Nem, teljesen személyre van szabva. A csukló is például, a nyakrész, a comb, például külön lehet kérni az overallnak a bokánál, hogy milyen, tehát hogy ilyesmi legyen, mint nekem, ilyen hosszított, vagy mint az átlag overallok, ilyen csipkés, vagy nem tudom, ilyen. Tehát ez teljesen személyre szabott, ebből személyre legyen a szabott, világon, igen. Ez, és ez a tiéd. Egyébként ez mennyire verseny közben, mennyire kényelmes, vagy kényelmetlen? Hát nyilván nem a kényelemről szól elsősorban, hanem arra, hogy tűzálló például, de ez mennyire komfortos? Egészen komfortos, mert ugye személyre van szabva. Személyre szabott ez az overall, ebből egy van a világon, és ez a 17 esztendős Berta Benyáminé, aki tehát óriási sikereket ért el. Ez hányadik overallod, csak hogy maradjunk ennél a kérdésnél, és akkor mindjárt rákanyarodunk arra, hogy mikor kezdted egyáltalán az autóversenyt. Ez az ötödik overallom, ha jól tudom. Uh-huh. Előtte gokártos overalljaim vannak, uh-huh. Különféle. Hány évesen kezdted? 14 évesen kezdtem el magában az autósportban a versenyzést. Gokárttal kezdtem, Kecskeméten. Uh-huh. Ott kezdtem először edzeni, egyáltalán megérezni, hogy milyen, hogyan kell fékezni esetleg, vagy hogy hogyan lehetek gyors. És ott kialakult minden finom érzékem a gokártozásban, amit most így át tudok ültetni a formautózásba. És ki vitt le először a gokárt pályára, vagy mi az, ami által elkezdtél vonzódni az autósporthoz? Nekem már nagyon kis korom óta tetszett az autósport, a Forma 1-et néztem, az volt az első. Ez indított el így magában az egész autósport iránti érdeklődést, meg a szüleim is autósport fanatikusok, meg az egész család, úgyhogy... Uh-huh. És ki a, mondjuk a példaképed? Forma 1-ben George Russell a példaképem. Miért ő? Mert nagyon precíz, a hétvégéken mindent precízen végez el, minden egyes információt átad a csapatnak, meg a mérnöknek, és emellett meg nagyon nagy tehetsége van hozzá. És a családon belül egy pilótának szurkoltok, mondjuk teljes az egyetértés, vagy vannak feszültségek? Nem, nincsenek feszültségek, egy versenyzőn szurkolunk. Hát óriási sikereket arattál, tehát a Formula 4-ben, amint azt már mondtam, Ausztriában nyerted a bajnokságot, illetve közép-európai kupában, nem mellesleg a csapattársad, ugye Olivier Michiel, vagy Michiel Olivier, meg a magyar bajnokságban nyert, és ezekben a külföldi sorozatokban is azért ott volt a dobogón többször. Beszéljünk arról, hogy egyáltalán ez a sorozat, ez a Formula 4-es kategória, ez mit takar? Ugye azt érdemes róla tudni, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség azért meglehetősen patronálja és preferálja ezt a szakágat, vagy ezt a kategóriát. Milyen ez a Formula 4? A Formula 4 hasonlít a gokárthoz, mivel egyformák az autók, és csak azon dől el, hogy ki nyeri meg a versenyt, hogy kinek van több tehetsége, vagy a csapatok hogyan állítják be az autókat. Milyen erősek ezek az autók, és milyen technika van bennük? 160 lóerős az Forma 4-es, és 550 kiló. Milyen volt átülni a gokártból egy ilyen Formula 4-es kocsiba? Nagyon jó érzés volt, hogy így átélhettem a nagy oldalsebességeket, meg a végsebességet, a Hungaroringen például, a CNS végén. A Gender Tamás csapatfőnök teljes joggal, ugye azt mondta, hogy nagyon büszke rátok, Olivérre és rád is, a szezonban tanúsított teljesítményetek apropóján, de mesélj erről a szezonról. Egyrészről a Covid az mennyire szabta
szűkebbre a szezont, másrésztről mire volt lehetőség, és mondjuk mennyire volt feszített a menetrend, ha már több bajnokságban is elindultatok? A koronavírus annyiban határozta meg az egész szezont, hogy egy olyan 3-4 hónappal tolódott a szezon kezdete, mint amúgy szokott lenni, de összességében mindegyik verseny meg volt tartva, mind a három bajnokság szempontból. Összesen hány versenyen álltál rajthoz így? Összesen 12-13, hogyha jól számolom, mind a három bajnoksággal együtt véve. És hát ezek között, ugye az osztrák bajnokságban olyan pályákon mehettél, mint Mugello, Imola, vagy éppen ugye a legutolsó verseny hétvégén Monza. Mesélj az élményeidről. Nekem az olasz pályák azok nagyon tetszenek. Jó ritmusai vannak az olasz pályáknak, meg elképesztően szépek. Úgyhogy nekem az olasz pályák és a Hungaroring a kedvenc pályám. És Monzában tudtad ugye bebiztosítani az osztrák bajnokságban a bajnoki címedet. Ez könnyen ment? Egy picit nehéz volt, mivel az autónak a beállítása nem találtuk a péntek délelőtt, mivel akkor volt az első kettő szabad edzés, de utána az időmérőre, meg a harmadik szabad edzésre, meg a versenyekre megtaláltuk a beállítást, és az időmérőt is megnyertem, meg a két versenyt. Mennyire, inkább azt kérdezem, hogy melyik bajnokságban voltak a legkeményebb ellenfeleid, melyik szerinted a legnívósabb, osztrák, közép-európa vagy a hazai? Én a közép-kelet-európai bajnokságot és az osztrák bajnokságot mondanám a legerősebbnek. Ott voltak a legjobb csaták. Melyik volt a legjobb versenyed? Nyilván a monzai köztük van, de hogyha még egy másikat kellene mondanod, ami igazán emlékezetes volt, akár a Hungaroring. Igen, a Hungaroring meg az imolai. Az imolai tetszett a legjobban nekem. Uh-huh. És miért? Mert volt a versenynek az utolsó 8 percben safety káros helyzet, amiben ugye az előnyöm lenullázódott, és ezáltal az utolsó 4 körre még ki kellett éptenem egy előnyt, hogy meg tudjam nyerni, és ki is kellett egyben védekeznem, hogy megnyerjem, és sikerült mind a két versenyt bebiztosítani. Mennyire vagytok jóban a csapattársaddal, Michel Oliverrel? Kérdezem ezt annál inkább, mert ugye gokártban még egymás ellen versenyeztetek. Hát nyilván most is, de azért most már egy csapaton belül vettük. Teljesen jóban vagyunk, nincsen semmilyen fajta versengés köztünk, meg nincsen feszültség köztünk, tehát semmilyen nincsen. Minden a legnagyobb rendben van. Mik a jövő tervei? Következő szezonban is Formula 4? Igen. Következő Gender szezonban Racing. Is. Igen. Itt azt még a nézők nem láthatták, de még a felvétel előtt elárultad, hogy egy sisak festés is érkezik majd azért a következő Igen. szezonra. Milyen festést tervezel, szeretnél? Én egy hasonló, mint a Norrisnak, amit a Bakrámi versenyen láthatunk, ez a matt-fekete neon zöld csíkokkal, valami olyasmit szeretnék festetni, és még valamilyen kék szint is szeretnék még bele. Hát nyilván most azt kérdezném tőled, hogy mi a legnagyobb álmod és legfőbb célkitűzésed, akkor nagy eséllyel azt mondanád, hogy a Forma 1, Igen. ugye? Tehát Igen. Ezt így beletaláltam. Milyen utad vezethet szerinted a Forma 1-ig, és szerinted mennyit kell fejlődnöd a király kategóriához? Hát a király kategóriához sokat kell fejlődnöm, meg a... Hát, Hogyha úgy nézzük, akkor már csak három lépcsőfok van a Forma 1-ig, a Forma 4, a Forma 3, meg a Forma 2, de nagyon sok mindennek össze kell jönnie, hogy nyilván, hogy az ember a Forma 1-be kerüljön, vagy a Forma 2, vagy a Forma 3-ba akár, sok mindennek össze kell állnia. Hát kívánjuk neked, hogy ez így legyen, és ahhoz még nem is gratuláltam, hogy ugye gyakorlatilag pár nappal a felvétel előtt megszerezted a jogosítványodat. Igen. Ez milyen furcsa, hogy a 160 lóerős Formula 4-es autókat cikázol Monzában, és jogosítványt ugye tekintettel arra, hogy 17 éves vagy, még csak most szerezhettél. Igen. Jól ment a vizsga? Sikerült? Igen. Minden rendben volt? Igen, minden rendben volt. És milyen érzések került szerinted az oktató melletted? Vagy a vizsgabiztos hát? A vizsgabiztos nem tudta, hogy autóversenyző, de az oktató ő tudta, hogy autóversenyzem. Hát versenyez jól és sokat és ügyesen. További Köszönöm. Sikereket neked. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Még egyszer köszönöm a meghívást.